Nekünk a mottónk az, hogy hagyd ki a valóságot, és arra próbáljuk az embereket edukálni, hogy arra a néhány órára, amikor bejönnek a park területére, akkor felejtsék el a mindennapokat, a mindennapok gondját, és felhőtlenül tudjanak szórakozni. És mindenféle olyan utalás itt a táncszér közepén lévő ajtótól kezdve, ami egy ilyen szellemi átlépési helyzetet mutat igazából egy külső bejövőnek, minden ilyenfajta utalás arra van, hogy ezt erősítsük bennük, hogy minél inkább hagyják ki a valóságot, felejtsék el a gondokat, és itt felhőtlenül tudjanak szórakozni. A nagy kihívás minden évben megújulni, mert borzasztó munka ez, és nagyon sokan dolgozunk. Most már gyakorlatilag egy 30 fős stáb van alattunk, aki dolgozik velünk együtt, és egy csomó ötletet föl kell dolgoznunk. De azon túl, hogy mondjuk télen erre nagyon sok energiát költünk, az együttesek is nagyon figyelnek erre. Tehát az Budapest Parkban való fellépés az nekik is mindig egy ilyen különleges helyzet, mert gyakorlatilag egy fesztiválos helyszínen tudnak egy klubkoncertet tartani, és le tudják mérni a saját erejüket, hogy vendégforgalomba ők mit tudnak, ezért mindig nagyon készülnek ezek a Budapest Parkos koncertek, mindig valami kiemelt koncert van itt tartva, mindig az egyetlen koncert van itt tartva Budapesten, vagy a születésnapi koncert, ahol mindig extra showval, extra felszereléssel és extra rákészüléssel készül minden együttes. Úgyhogy a mi munkánkat igazából ez jutalmazza, hogy ők is úgy állnak hozzánk, hogy ez egy különleges helyszín, és hogy nagyon sok energiát ők is beleraknak ebbe, és így tud a kettő együtt egy olyan élményt szolgáltatni a vendégeknek, ami egyedülálló szerintem Budapesten. Ez az Iggy Popra mindenképpen érdemes eljönni, ugye ő lesz a legnagyobb sztár, vagy a legnagyobb fellépő. A Disturb se játszott még Magyarországon, az is nagyon érdekes, ez egy teljesen másik műfaj, de én az azt is nagyon szeretem, akik már visszatérő vendégeink, tehát voltak itt tavaly is, nagyon fincsik is zene. Úgyhogy szerintem érdemes figyelni a programot, és eljönni minden olyan program, nem csak a külföldi, a magyarokra is, mert elég élvezetes lesz a program. És egy csomó olyan kiegészítő program lesz az este folyamán, Midnight Show, gólyalábasok, óriás bábosok, tehát próbáljuk az egészet olyan szélesre csinálni látvány és élmény tekintetében, amennyire csak lehet. Mindenkit szeretettel várunk 2019-ben is.